Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Feladatunk ennek a másodfokú függvénynek a grafikonját megadni. Ebből az alapból rögtön látjuk, hogy a függvény két zérus helye az x egyenlő 2, illetve az x egyenlő 3. Vagyis a függvényünk grafikonja következőképpen néz ki, zérus helyek a 2, illetve a 3, és mivel az x négyzet együtthatója 1, azaz pozitív, ezért egy mosolygós parabolánk lesz. A következő feladatunk pedig a függvény inverziének a megadása, vagyis az y egyenlő x négyzet plusz 5x plusz 6. Egyenletet kell x-re megoldanunk. Redukáljunk nullára, x négyzet plusz 5x, meg 6-ból y, ő lesz a konstans tag. A megoldó képlet alapján pedig x1, 2 egyenlő, mínusz b, vagyis 5, plusz mínusz, gyök alatt b négyzet, azaz 25, mínusz 4-szer 1-szer 6 mínusz y, vagyis mínusz 24 és plusz 4y. P 2a, azaz 2. Amiből az x1, 2 nem más, mint 5 ketted, plusz-minusz. A kettest bevisszük a gyök alá, lesz belőle 4. Itt marad tehát 1 negyed, plusz y. Mivel ez egy gyökös kifejezés, mindig pozitív, hogyha egy 5 kettednél nagyobb számot kapunk, akkor itt plusznak kell lennie. Tehát ha az x nagyobb, mint 5 ketted, akkor x egyenlő 5 ketted plusz gyök alatt 1 negyed meg y. Ha pedig az x kisebb egyenlő, mint 5 ketted, akkor itt mínusznak kell lennie. Tehát x egyenlő 5 ketted mínusz gyök alatt 1 negyed meg y. Ezek után a feladatunk, ennek két esetet megvizsgálni. Az első esetben az értelmezés tartománya mínusz 2-2 zárt intervallum, tehát mi itt fogunk vizsgálódni. Az x egyenlő 5-2 esetre vagyunk kíváncsiak, ez itt található. Látjuk, hogy ez az intervallum teljes egészében ez előtt van. Ez az eset érvényes, vagyis x egyenlő 5 ketted mínusz gyök alatt 1 negyed plusz y, de szoktuk meg is cserélni ezeket a betűket, visszacserélni őket, tehát az inverse az y egyenlő 5 ketted mínusz gyök alatt 1 negyed meg x. Másik esetben pedig a 0-3 zárt intervallumon vizsgálódunk, ez lesz az intervallum. Az 5-2 pedig itt található. Látjuk, hogy előtte ez az eset, utána pedig ez az eset érvényes, azaz nincs inverzünk. Ezt egyébként a grafikonon is meg tudjuk figyelni. A 0-3 intervallum az eddig tart, és a vízszintes vonal teszttel láthatjuk, hogy két meccéspontunk is van, azaz ezen az intervallumon nem egy-egy értelmű függvény, tehát nincsen inverze.